Az Erasmus Plus pályázat keretében 7 diák és 2 tanár vett részt a szicíliai Barcelona Pozzo di Giotto városában az olasz középiskola által szervezett programokban. Ez már a harmadik diákcsere program volt, így a résztvevők mind ismerték egymást. Még híre sem volt a koronavírus járványának, mikor a garais diákok az Erasmus program keretében jártak Olaszországba, ahol a lengyel, a spanyol, vendégfogadó ország diákjaival közös programot bonyolítottak le. Catániában, Szicíliában természetesen nem csak a tanulásról volt szó, hanem az ország kultúrájának és gasztronómiájának megismeréséről is. Olaszországban akkor még a karnevál időszaka volt, így tele voltak az utcák érdekes jelmezbe öltözött gyerekekkel, fiatalokkal. A főtéren mutatványosok és könnyű zene szórakoztatta az embereket. Az iskolai program keretében az olasz diákok készültek rövid prezentációkkal, melyben bemutatták a város néhány nevezetességét. Majd a résztvevő iskolák diákjai előadták prezentációjukat, melyben bemutatták néhány az országukra legjellemzőbb művészi alkotást. A program részeként az Amnesty International egyik munkatársa az emberi jogokról vezetett műhely munkát, házigazdáink még az utazás előtt kérték, hogy minden csoport vigyen valamilyen az országra jellemző tipikus ételt. A szünetekben ezekkel kínáltuk egymást. Február 19-én szerdán az olasz kollégák és egy idegenvezető a Milazzo Castle és tengeri rezervátumhoz vitte kirándulni a csapatot. Az olasz vendéglátók meghívtak egy grafikus tervezőt, aki felrajzolta az iskola egyik folyosóján két oldalt a falakra a logónkat, amit garais diák készített, és az emberi jogokkal kapcsolatos címszavakat. Ezeket festették ki a diákok. Összefoglalva, az egyhetes diákcsere program nagyon jól sikerült. Ami igazán a legjobb volt az egészben, az a négy ország diákjainak összetartása volt. A diákok egy része már abban is megegyezett, hogy mikor találkoznak újra Szicíliában.